Elkészült Tatabánya fölött a Gerecse kapuja turisztikai központ, mi pedig kihasználva a jó időt kipróbáljuk, miket lehet itt csinálni. A Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont ugye augusztus elején nyitotta meg a kapuit. A turulmadárt szimbolizálja maga az épület, és ennek a projektnek a keretén belül nem csak ugye a Gerecse kapuja épülete készült el, hanem megújult a teljes környezet is. Kipróbálható az extrém sportok közül, például a Via Ferrata, azaz a vasaltutak. Milyen fizikai erőnlét kell ahhoz, hogy belekezdjen az ember ebbe a sportba? Hát szerintem egy átlagos fizikai felkészültsége már el lehet kezdeni, vagy annál egy kicsit rosszabb fizikai állapotban lévő ember is meg tudja csinálni a könnyű pályákat, igazából elszántság kell, hogyha elszántság van, akkor működik a dolog. Hát, a profibak ezt az utat gyorsabban teszik meg, nekem egyelőre ez a tempó is tökéletesen megfelel. Most az új fejlesztéseknél figyelemmel voltunk a felnőttebb korosztályból azokra, akik kevésbé felkészültek fizikailag, tehát építettünk egy könnyű felnőtt pályát, és most már gyerekek is jöhetnek 4-5 éves kortól, mert nekik is van egy saját pályájuk, a Mak Marci, amin kipróbálják a Via Ferrata szépségeit. Most Via Ferrataztunk a feleségemmel már több egyére, de a gyerekekkel így együtt először. Értetek az elején? Volt bennetek félelem? Nem, igazán. Egy kicsit. Melyik volt a legjobb része? Amikor nem értem be a drótot. A Gerecse kapuja látogatóközpontba egy tematikus kiállítótér került berendezésre, ahol egy interaktív kiállítás keretében a turulmadár történelmét ismerhetjük meg. Az itt található tanösvények három különböző tematikára épülnek fel. A legrövidebb a turul tanösvény, amely a honfoglalás 1000 éves évfordulóján felállított 7 emlékmű történetét mutatja be. Szép! Még nem láttam teljesen itt az egész környéket, de nagyon szép. És kiket hoztál ide? Cserediákokat. Ők Tájföldről vannak, ő Törökországból, ő pedig Indonéziából. It's beautiful. I like it. That view is really amazing. Thank you. A geológiai tanösvény a Szellémjuk felé vezet. Itt több filmet is forgattak, mint például az Eragont vagy a Sast. We have to do this now. Na de menjünk is bejebb. Itt ide jöttünk fel a turulhoz, illetve itt a barlangba mászkáltunk. Ja, még elmentünk a kilátóhoz is, oda is fölmentünk. A mászást szeretjük a legjobban, meg az ilyen barlangokat. Ezek a legjobbak. A tanösvényeket nem csak gyalog, hanem biciklivel is bejárhatjuk. Jelenleg a Renzinger Vinci kilátóba tekerünk felfele. Eléggé lankások, buckások is itt az utak. Igen, a Gerecse kapujánál is úgy lehetünk biciklit elvinni, hogyha a bukósisokat is felvettük mellé. És felérszünk a tetejére. 30 méter magas kilátó, egyébként egy 1978-as bányászból esetnek állít emlékművet. Hogyha megéheztünk a túránk végén, akkor számtalan, bográcsozásra is alkalmas tűzrakóhelyet alakítottak ki a turulmadárnak a tövében. De ha nincsen kedvünk főzőcskézni, akkor más étkezésre alkalmas hely is van itt a közelben.